hozzászoknia. Most kéne behúzzia. A Monostori Erőd világháborús hadijátékot rendez október 1-én és 2-án. A programmal kapcsolatban sajtótájékoztatót tartottak, melyen szó volt a nemrég megnyitott új múzeumi tárlatról és az erőd egyéb kulturális programjairól is. Nagyon jeles alkalomban vagyunk itt a Monostori Erődben. Egyrészt a hétvégén egy második világháborús hadijátékot fogunk megrendezni ismételten a Monostori Erőd falai között. És hát igaz, hogy nem abban a történelmi korban, de nagy mértékben a hadtörténetet kapcsolódó zenés darabot állítunk színpadra. Az Egri csillagokat én azt gondolom, nincs olyan magyar ember, akinek be kell mutatni. Egyrészt Gárdonyi Géza örökbecsű műve alapján, másrészt meg azért tényleg ennek köszönhetően, és a szenzációs filmváltozatnak köszönhetően ez azért a közkincsünk része. Nagyon jeles társaságban vagyok itt, mert egyik oldalamon Egyházi Géza, aki Dobó Istvánt fogja alakítani, másik oldalamon pedig Csengeri Attila, aki Jumurcsákot. Tehát közre vagyok fogva itt általuk, és éppen most is az Egri vár bevonulásából érkeztünk ide ebbe erre a sajtótájékoztatóra. Én azt gondolom, hogy egy nagyon különleges műről van szó. Egyrészt maga a musical 25 éves lett idén, többek között körünkben van Makrai Pál is, aki az eredeti ősbemutatón is Cecei Péter szerepét alakította, és többek között elmondhatom, hogy Gézának is évek óta végigkíséri az életét, bár más feldolgozásokban Török Bálintot szokta játszani, de hát a komfortzónájából kimozdítottuk, és több mindenki van, aki már találkozott a művel. Régóta terve van, hogy ezt a művet meg kell csinálni, azt gondolom, hogy mind a Magyarok Dalszínház 20 éves pályafutása, mind a Monostori Erőd elképzelése, a hadtörténet és a magyar történelem bemutatásához maximálisan kapcsolódik ez a mű is. Várkonyi Mátyás nagyszerű zenéje és Béres Attila verseinek köszönhetően alapvetően maga közismert történet van zenész színpadra állítva. Itt a Komáromi Monostori Erődben október első hétvégén, jelesül elsőjén és másodikán, egy történelmi hétvégének lehetünk tanulni. Meglehetősen széles spektrumát öleljük át a magyar történelmnek, hiszen ahogy a Csabiék mondták, itt az Egri csillagok mellett egy második világháborús hadijátékot tartunk a hétvégén. Ez a program itt a Monostori Erődben meglehetősen hagyományos program, hiszen az elmúlt években, több évben már ez többször megrendezésre került. Az elmúlt években első és második világháborús hadijátékot rendeztünk. Most egy kicsit változtattunk a programon, nem csak a programon, hanem a résztvevők egy részén is. Tehát most kifejezetten a második világháború eseményeit, fegyvereit és egyenruháit próbáljuk itt egy kicsit feleleveníteni a Monostori Erődben. És ez a történelmi korhoz a hadijáték mellett mi egy másik programmal is csatlakozunk, mégpedig egy olyan programmal, ami itt ezen a helyszínen, ahol ez a sajtótájékoztató zajlik. Ez most indult el talán egy néhány héttel ezelőtt hivatalosan. Itt Gálik Alex, egy felvidéki gyűjtő jóvoltából egy világháborús egyenruha és fegyver kiállítást szerveztünk, melynek a hivatalos megnyitója most 30-án pénteken este 6 órakor lesz itt a Monostori Erődben, itt ezen a helyszínen, ahol most éppen állunk. Ebben a tárlatban, ez egy időszakos tárlat, Komáromi évszázadok fegyverei tárlat sorozat keretében rendezzük meg ezt a tárlatot. Szintén magángyűjteményből, ahogy említettem, Gálik Alex magángyűjteményéből lesz ez a tárlat. Szóval, hadijáték és tárlat megnyitó, 1-én és 2-án, október 1-én és 2-án. A hadijátékról annyit, hogy természetesen ismételten lesznek nagy technikák, harckocsi, páncélautó, terepjárók és nagyon sok hagyományőr, akik természetesen korabeli fegyvereikkel és az említett technikával fogják ezt a második világháborús hadijátékot látványosabbá tenni. Nagyon sok pirotechnikát fogunk alkalmazni, tehát hangosak leszünk, ez biztos, és azt is ígérhetem a ide látogatóknak, hogy látványosak is leszünk. És ha valaki nem csak az Egri csillagokra és a hadijátékra jön ide a hétvégén az erődbe, annak mondhatom,
hogy elsősorban itt a gyerekekre, a családokra utalva nagyon sok olyan programunk lesz, amiben a családok akár együtt is részt vehetnek, természetesen az adott korhoz, a megelevenített korhoz kapcsolódóan, tehát ha a gyerekek úgy gondolják, hogy páncélautóba szeretnének beülni, azt is megtehetik, ha a családok úgy gondolják, hogy egy terepjáróba szeretnének közösen egy kört, két kört tenni itt az erőterületen, azt is megtehetik, és ha valaki úgy gondolja, hogy egy világháborús oldalkocsis motorkerékpárt szeretne kipróbálni, természetesen azt is megteheti. És ha már a fegyvereknél és a hadijátékoknál tartunk, azt is el kell mondjam, hogy a monostori erődben nem először airsoft játékot is tartunk, mégpedig a hétvége folytán mind a két napban egész nap különálló játékokat szervezünk. Aki úgy gondolja, hogy az airsoft nevű hobbit műveli, és van felszerelése, és van fegyvere, azt természetesen szeretettel látjuk itt az erő területén, és ne feledkezzünk meg arról, amit vizelő úrék mondtak az előbb, hogy bizony az egri csillagokat is szombaton kétszer, vasárnap pedig egyszer fogunk előadni.